Ukrajna új útvonalakat fejleszt ki a Gabona Ukrajnából humanitárius programhoz. Közölte Volodymyr Zelenszky elnök a harmadik demokrácia csúcs találkozó résztvevőihez fordulva. Számolt be az Ukrinform. Elmondása szerint a programnak köszönhetően már több tízezer tonna Gabonát és búzát szállítottak Jemenbe, Szomáliába, Nigériába, Szudánba és Etiópiába. Most az ENSZ élelmezésügyi világprogramjával együtt új útvonalakat fejlesztünk ki a Green Front Ukrén programhoz, hogy segítsük leküzdeni az éhezést Gázában, Malaviban és a Kongói Demokratikus Köztársaságban, valamint más országokban, mondta Zelenszky. A Gabona Ukrajnából elnevezésű ukrán humanitárius kezdeményezés 2022-ben indult el, amely az afrikai, ázsiai és a közelkeleti országok számára biztosítja a szükséges élelmiszereket ott, ahol a lakosságot éhinség fenyegeti.